Sziasztok, Ercsői Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Ezúttal Egri József, a Balaton festője nyomában járunk, és el is látogatunk Badacsonyba. Tartsatok velünk! A Huldasében egy magamban állok, a parti szélben szívdobogva várok, mely két karodba gyorsan elrepít majd. Itt van a hátam mögött az az épület, ahol Egri József megismerte a feleségét 1916-ban, vagy talán 17-ben, már a fene sem tudja. Az egész úgy történt, és ez egy ilyen legendás botrány volt, hogy Egri József katonai kiképzése során sérülést, balesetet szenvedett, beszakadt alatta a jég, és tüdőgyulladást kapott, és egyébként is TBC-s volt, mert hatalmas nyomorban nőtt fel, ne is részletezzük, volt olyan, hogy homeless volt, az utcán élt. Szóval nagyon durva volt, még gyerekként. És ide került, mert hogy az első világháború alatt ezt az épületet, a Badacsonyi Hotel Neptunt, ami egyébként is hotelnek épült, és ha jól tudom, akkor a harmadik legidősebb hotelnek épült épület a Balaton partján. Szóval ezt az épületet felajánlotta a tulajdonos hadikórház céljára, és itt ilyen lábadozó katonákat gyógyítottak, lábadozó katonák feküdtek, és bizony-bizony Egri József is ide keveredett, és képzeljétek el, hogy kettő nővér dolgozott itt, ha jól tudom, lehet, hogy több, mindegy, és az egyik nővér, egy idősebb nővér, Egri Józseftől egyébként 7 vagy 8 évvel volt idősebb, Pauler Juliska volt, vízkeleti ezredesnek a felesége. És akkor már tinédzser gyereke volt, és beleszeretett Egri Józsefbe, és képzeljétek el, hogy a korban merőben szokatlan módon elvált a férjétől, és inkább Egri Józsefet választotta, és Egri Józseffel élt tovább. Na most ezzel több probléma is volt. Az egyik az az, hogy hogyan robbant ki ez a botrány, hogyan történt ez az egész. Hát úgy, hogy az egyik segédápoló Egri József éjjeli szekrényében aktokat talált, amiket ugye a festő rajzolt, és egyértelműen az egyik nővért, Pauler Juliskát ábrázolták, szóval így robbant ki a botrány, ami után Pauler Juliskát kitagadta a családja. Többek között egyébként a bátyja, Pauler Ákos, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar keresztény gondolkodója, filozófusa volt. És Pauler Ákos ezt annyira komolyan gondolta, hogy miután meghalt, a végrendeletében még egy apró emléktárgyat sem hagyott a húgára. Szerintem azért ez durva, nem? Egri József képeit egyébként semmelyik rendszer sem szerette igazán. Állítólag Horthy Miklós is becsmérlő megjegyzéseket tett a képeire, majd miután rehabilitálták a világháború után, akkor pár év jópofa élet következett, de utána újra kikerült a hatalom kegyeiből. És ebben a pár évben, amíg minden jó volt és minden szép volt, az első között kapta meg a Kossuth díjat, de annyira mogorva figura volt, és egyébként annyira magának való, hogy a legenda szerint, a történet szerint, amikor a küldöttség kézbesítette neki a Kossuth díjat, akkor képzeljétek el, éppen horgászott a Balatonpartján, és ott voltak mögötte a stégen az emberek, rahácsoltak meg minden, és Egri József csak visszafordult a válla fölött, és ennyit mondott: "Psst, éppen kapás van." Hallottam róla, olvastam, de nem igazán akartam elhinni, de sajnos a dolog beigazolódott. Az Egri József Emlékmúzeum már 2019, de leginkább 2020 óta egész egyszerűen nem látogatható. Zárva van. Ha már Egri József és felesége Pauler Juliskáról volt szó, akkor gondolhatjátok, hogy nyilván a szabad ideigben badacsonyi bort ittak, és mi is lehetne badacsonyibb a kéknyelűnél, úgyhogy itt is van velem egy palack kéknyelű Sike Balástól, ismertebb nevén vagy másik nevén a Skizó Pincétől, akik úgy hirdetik magukat, hogy személyiségük van, vagy személyisége van
több is. Szerintem ez egy tök jó szlogen. És hát Badacsony Tördemicen találhatóak, majd mindjárt megmutatom, hogy kívülről hogy néz ki az új, hát nem is tudom, éttermük, mert hogy ez nem a birtokközpont és nem is a borászat, teljesen új és nagyon szépen felújított épület, ahol hát azt hiszem, hogy pénteken és szombaton melegkonyha is van, és vasárnap, mert hogy vasárnap vannak még nyitva, csak hidegkonyhával találkozhattok. És hát nézzük, hogy milyen az ő kéknyelőjük, méghozzá 2020-ból. Látjátok, hogy közepes citromszín van a pohárban, és az illata az rendkívül ásványos, és mellette fehér húsú gyümölcsök, egy kicsi őszi barack, egy kicsi körte bukkannak fel benne. Kóstolva pedig az ember azt hinné, hogy egy ilyen szikáran ásványos karakterű bor lesz, de amellett, hogy egy ilyen vibráló tűzköves ásványosság tényleg van a korgyban, amellett nagyon-nagyon szép fehér húsú gyümölcsök is felbukkannak benne, és ezek hosszan kitartanak a lecsengésben, úgyhogy hát le a kalappal, tök jó ez a kéknyelű, Csíke Balástól, és szerintem Egri József is boldog volt, hogyha ilyen kéknyelű került a poharába. Cheers! Ez volt a lecsengés, ha tetszett, akkor tartsatok velünk legközelebb is, és kövessetek minket a Facebookon, az Instán, ja, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Szevasztok! Éplő vízszínét forró nyár.